Tudtátok, hogy létezik egy olyan Brookhaven, amiben éppen árvíz van? Vagy éppen egy félelmetes horror egy Brookhavenből? Mire titkos ez a játék volt, hogy csak egy ember van rajtam kívül, és képzeljétek el, ez egy ilyen átverős tükör, így azt hinnék, hogy minden rendben van Brookhavenben, de hogyha elnézzük oldalon, látjátok, hogy ez egész pályát víz, ott konkrétan árvíz szerítette be, ott vannak hajók, amikkel tudunk menni, de én azt mondom nektek, hogy 3-2-1, ugorjunk, azt a konkrétan az egész város el van így öltve. Na jó, én akkor föl meg gyorsan a rendőrkapitányság, tehát egy jó napot, itt az UFO-t volt, hogy az UFO-t le tudom hívni, azzal tudunk menekülni. Jaj, az egyetlen hely, ahol tudunk menni, az majd a hegy. UFO, gyere le, nem lehet rá kattintani, mert kattintok. Ez valami brutális, onnan jön fel a víz, elromlott a szökőkút, és ez táplálja az egész pályát. Motelen is teljesen áll a víz, és ott van az egyetlen túlél az a hölgy, én amire nagyon kíváncsi, hogy a metróvonal valami teljesen el van árasztva, le se tudok menni, lezárták az egész metrót. Ez óriási készültség van, a repülőgép és víz alatt van, ne szórakozz már. Hölgyem, tudok valamiben segíteni? Úgy tűnik, hogy nem tudtam, hiszen ki is lépett. Jó van, akkor megtettem a magamét, megtettem a magyarok igazságát, gyorsan bejövök egy hamburgeré. Halóka, szeretnék enni, inni valamit. Kizumolva valami brutális, hogy néz ki a pálya. Na nézzük meg gyorsan, mi van a csónakokkal. El is érkeztem a kis csónakokhoz, ami nagyon furcsa nevezős technikát használok, és haha, milyen gyorsan pörög, megőrülök. Hát akkor én szépen át tudok ezzel zakatolni az egész munkával. Itt a kórház mellette, a suli mellette, ugye, hát ez ami kőkorszaki technika egy ránézésre. Nem lehet irányítani, olyan béna kézzel megy az egész, és itt még a tengerparton. Hát a tengerpart egy kicsikét értelmét vezetett, de minden tengered belőle. De jó, oké, köszönöm szépen a szolgáltat, innentől kezdve most már fel tudok ugrani, és megyek föl a hegytetőre, uram, hogyha is lehet drónozni. Azt az elfáradtam, mire fölértem ide a hegytetőre. Hogy néz ki a pálya? Eldobom az agyam, szegény földeket is elöltötte teljesen a víz. Be tudok ebbe szállni, de már nem működnek a drónok, se elment az áram. Ebben a Brookhavenben megszállták a város az SCP-k, és hát, mint látjátok, zuhog az eső, elképesztő sötét van, és minden ilyen horror hangul. Hát én szerintem én arra a részre föl sem merek menni itt a város központok kívül, de hogyha van nálunk egy zseblába, és hát van nálunk zseblába, ezzel tudunk időt a világítani, és így tudjuk felfedezni az egész játékból. Ez valami elképesztően durva, hát a saját felelősségre próbáljátok ki. Én is félek egy kicsit itt lenni. Jaj, de a motelbe mik lehetnek ilyen sötétben? Karító néni, kérem segíts, egy kicsit összekakírtam magamat. Ebből a szobából jött ki ez az Andrea nevű játékos. Na nézzük meg, hogy itt mi van benne. Hát az égvilágon semmi. Az összes szobába ingyen be lehet, és minden full üres. Én még gyorsan rendőrségre is jelentem az áram kimaradást, de minden olyan iszonyatosan sötét, a billentyűzetek világítanak egyedül. Nem is tudom, hogy senki nem. Egy bilincs van egyedül ezen az asztalon, és a szerveren már csak egy játékos van rajtam kívül. Egyedül fogok az egész városba maradni. Megnézem azt, hogy milyen az iskola éjszaka. Azt itt is a nulla világítással. A Brookhaven School felirata az látszik egyedül. Uram, atyám, srácok, írjátok meg kommentben, be tudnátok, hogy bemernétek jönni élőbe? Hát én biztos, hogy nem. Szóval az SCP veszély EUCLID nevű osztály, mi az a feliratot? Hát ez meg mi? Le is spawnolt, figyeljétek, már úgy világít mindenki, hogy nem is látszik, hogy mi van. Itt van az SCP pont a felirat alatt. Nagyon szeretem, hogy menekülök. Szia, SCP, hello! Brutálisan néz ki, itt vergődik, figyeljétek. És kérdezitek, hogy ez mi akar lenni, full ilyen arabul van a Brookhaven leírva, és igazán a város az teljesen ugyanaz, itt az inventoriban nagyon-nagyon durvá sok item van, vannak ugyanúgy autók, mint a lelletek kopizó, hogy az egész játék úgy néz ki, de milyen Ferrari meg Lamborghini vannak, ne szórakozzál már, ez mi, hát itt Dubajban vagyunk, hát ez ilyen dubai játék akar lenni a Brookhavenön belül, mekkora paloták meg ilyenek vannak, már hóba lépkedünk, ami a Szaúd-Arábia nem igazán van szerintem hó, de mindegy, most itt van, ez nagyon, ezt kipróbálom, mennyivel megy ez az autó, nem az anyós ülésre akarok ülni. Most nyomtam meg csak a V betűt, azt már megyek, mint az állatkirály. Ilyen itemek vannak még így az autókra. Van egy másik. Uram, atyám, milyen OP cuccok vannak. Rámpa autó, mint a GTA 5 világán belül. Rámpa kocsi. Hát én, srácok, eldobom az agyam. Ez a valami Albiut Briat, hogy milyennek a játéknak neve, fogalmam sincs. Itt full más, hogy néz ki ez a lakóövezet. Ahhoz képest tök sokan játszanak, hogy 600-700-an fönt vannak most. Milyen itt az iskola? Hogy van kiírva, hogy school? Hát ez nem cool ez a school. Nikolá, mi a helyzet? Nikolá, ő megy az iskolába, megnézzük, hogy milyen egy arab iskola belülről. Hát ahogy látom, tele van a szekrények, ami nagyon-nagyon komoly, és ide van írva az, hogy iratkozz fel Sajt 32-re. Látjátok, srácok, még a játék is azt mondja, iratkozzatok fel. Angol óra
folyik itt, mert legalább egy valamit el tudok olvasni. Áj, van egy kis gold a rámpakocsival, felakadtam Nikolának a gokártyára. Ne szórakozz, megy még gokárt is van a játékon. Hova megy? Hova megy az autó? Haló? Forma 1-es autót is le lehet hívni ezen a játékon belül? Hát én eldobom az anyamat, és most itt egyszer nyomta meg a V betűt, az kirepülök a világból olyan gyors. Nézzük meg, hogy a házak azok változtak-e. Nézzük magunknak egy telket, elég sokan vannak, már a hármasban nem laknak egyedül. Nézzük, hogy itt vannak-e másféle telkek. Ahogy látom, szerintem ezek maradtak az alap Brookhaven-ös telkek. Hát jól néznek ki ezek a házikók. Nem is regyen lesz a kék, de ez újdonság akar lenni, vagy ez egy kis egyszerű háznak tűnik, ahogy tök jó. Kis otthonos kis házikó. Nem lehet kakélni, szóval húzok innen. Brookhaven invázió ennek a játéknak a neve, és hát eléggé furcsa van megépítő, és mik ezek az inváziós, mekkora karmuk van? Hát én akkor szerintem fölmenekülök valamelyik háznak a tetejére, de van nálam egy baseball, lecsaplak, kecsaplak, hoppá, sajtók azért oda tette magát, lecsaptam, és mi ez a titkos alagút, gyorsan lejövök, ide szerintem engem nem tudnak követni, bár ez elég vékony, hogy ide be tudjanak bújni, jó, hogy ez az alagút rendszer, azt hiszem a Brookhavenben is volt egyszerűen, hoppá, szia, hely, jó napot, én nem akarok kimerni jó napot, azt a Jön utánam, ezt nem hiszem el. Szerintem ez csak Brookhavennek van mondva, hiszen ugye, mint látjátok, nem olyan házak vannak, és nem is az a pálya van, csak szerintem azért tették ennek a címnek, hogy hát, ha sokan kipróbálják ezt a játékot, hát itt az a lényeg egyedül, hogy azt a szörnyet győzzük, aki folyton föl kell újra, nekem nem jön be ez a játék. Ti mit szóltak hozzá, de le tudtuk győzni legalább a bot. Mi az az autó? Lehet autóval menekülni. A szörny vezeti az autót, és ugrándozik vele az úton. Na jó, hát ez egy kicsit strong, azt hogy mondjam, de gyorsan beszállok a kocsiba, szállj az autóba, és még így is ő engem. Jó, mert azt a micsoda autó, az úgy néz ki, mint amúgy, hogy egy ilyen szép kis BMW, de nem az elméletileg. Megyünk, hogy ezek srácok, felkalauzok mindenkit. Egy Jaguarra megyünk, hogyha minden jó vagy, és eltűnt alól a kocsi, ez igen. Videó végére bemutatom nektek, hogy milyen volt a régi Brookhaven, a old Brookhaven a játéknak neve. Itt az update-ek nélküli Brookhaven van, amivel alapból megjelent a játék. Ugye itt van a bolt oldalt, amit ismerhető, a motel, vagy hasonlít maga a játék épületek, azok nem olyan túlzottan változtak, de azért elég sok minden változott, például még a metró sincsen megcsinálva. Azért Bugatti-k azok kiforják, azok azért lehet furikázni a pályán, az még most sincs a játékon belül. Emplom, itt van a házak, itt vannak de Oaks, ugye itt lehet telkeket venni. Ez meg egy pizzéria, volt ilyen a Brookhavenön belül, és ez megszűnt. Marha jól néz ki, lehet pizzákat rendelni, vásárolni, sütögetni. Hát ez tök király, de jól néz ki. Srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy jutottak a mai videóba. Ugye tetszett, akkor légy szíves, nyomjatok egy hatalmas lájkot, és hogy szeretnétek még Brookhavenözök, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, és egyből ti is nagyon menő sajtok tudtok lenni a piros gomb megnyomásával. Legyetek jó a kövi videó, talán, na, ciao!